augusztus 28-a és szeptember 8-a között rendezik meg Párizsban a 17. paralimpiai játékokat. Magyarországot 13 sportágban 39 sportoló képviseli a francia fővárosban. A kerekesszékes vívóknál 4 nő és 2 férfi vívta ki a szereplés jogát. Utóbbiak egyike a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője, Tarjányi István. Egy nagyon hosszú időszak van mögöttem, és egy nagyon hosszú felkészülés. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettem azért, hogy jó formába kerüljek, beletettük a munkát, és remélem, hogy ez majd kifizetődik a paralimpián. Tarjány Istvánnak már van paralimpiai rutinja, mivel 2021-ben ott volt Tokióban. Ezúttal nem kell elutazni a világ másik végére. Szerintem előny számunkra, mert hogy nem lesz időeltolódás, és akkor nem kell hamarabb kiutazni sokkal, nem kell akklimatizálódni, tehát ez ebből a szempontból ez jó. Párizsban most lesznek nézők, még ez lesz a különbség Tokióval szemben. Egész sok, sőt teltház lesz, remélem, hogy ez majd nem fog megzavarni. Megnéztük az ellenfeleket, tehát tudjuk, hogy ki milyen, mindenkivel vívtam már szinte, akik ott vannak, egy-két emberrel talán nem, sőt az élmezőimbe tartozók közül pedig már szinte mindenkit vertem meg különböző versenyeken, világversenyeken, ők is vertek már meg engem, tehát ezért kiszámítatlan az egész, nagyon erős mezőny. Meglátjuk, mi lesz, nem tudom. Pákei Béla mesteredző szerint a tervezett munkát elvégezték, így tiszta lelkiismerettel utaznak Párizsba. Mivel a kardozóknál és a párbajtőrözőknél is a világ legjobb 16 versenyzője alkotja a mezőnyt, a pillanatnyi forma dönt majd a helyezések sorsáról. A legfontosabb az, hogy nyugodt lelkiismerettel utazunk, mert felkészültünk tisztességesen, jól sikerült a felkészülés, mindent megcsináltunk, amit lehetett, kellett, volt két edzőtábor, Pécset volt egy és Gödöllőn, mindegyiket sikeresen végig tudtuk csinálni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtak vagyunk. Ez a legjobbak versenye, tehát ők is készülnek belőlünk, nem csak mi készülünk belőlük, tehát mindig lehet valamilyen meglepetés. Itt az a fő cél, hogy abból a napból a legjobbat tudjuk kihozni. A Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője büszke arra, hogy a két férfi kerekesszékes vívó egyike az ő színeiket képviselve lesz ott a paralimpián. Természetesen nagy öröm számunkra, hogy István személyében ismét egy olimpikunk van, bár a Rivalda fény egy kicsit átkerül most a paraolimpiára. Én bízom benne, hogy fantasztikus versenyzést fog produkálni ő. Nagyon jók az előzmények, rengeteg világkupán és világversenyen vett részt az elmúlt két évben. István is többé-kevésbé sikerrel jött haza, érmeket szállított, így a kvalifikáció sem volt kérdés. A kerekesszékes kardozók versenyét szeptember 3-án, a párbajtőrözőkét szeptember 6-án rendezik Párizsban. A sorsolást pedig előző nap tartják.